Milyen indítatásból született a könyv? Ez a könyv a doktori disszertációmnak a könyv alapú változata. 2010-ben védtem meg a PhD fokozatomat a Debreceni Egyetemen, ifjúsági turizmus témakörben, és utána ezt a disszertációt próbáltam átalakítani úgy, hogy könyv tudjon belőle születni. Kiknek ajánlja elsősorban a könyvet? Hát igazából minden érdeklődőnek, tehát mindenkinek, aki nyitott a téma iránt, természetesen a turizmus tanuló hallgatóknak, turizmus oktatóknak, a közművelődési szakembereknek, és mindenki olyan számára, akit érdekli, hogy a tanulás az nem csak formálisan, hanem akár nem formálisan, informálisan is megvalósulhat, hiszen ezekre a kérdésekre keresi a választ nagy részt a könyv. Hogyan hasznosítható a turizmusban a könyv? A lektori köszöntő is, illetve a mai könyvemutató is jól mutatta, hogy jól tudják forgatni azok, akik a turizmusban tevékenykednek, hiszen az ifjú korosztályról egy átfogó képet próbáltam összeállítani, hogy mi érdekli a fiatal korosztályt, mi irány nyitottak, milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe, ők maguk hogyan élik meg a turizmusban való részvételt, tehát reményeim szerint mindenki számára érdekes lehet. Milyen vizsgálódásokat végzett a felmérések során, hogy alakította ki a középiskolások, illetve általános iskolásoknak a véleményét erről? Milyen vizsgálati módszerek voltak? A kutatás során csak középiskolások véleményét kérdeztük, 12. évfolyamon tanuló középiskolásokat kérdeztünk meg, kérdőíves kutatás formájában arról, hogy mit tapasztalnak, mi a véleményük, mi az utazás motivációja, milyen indítatásból indulnak egy-egy útnak, hogyan szervezik azt meg, milyen tevékenységeket végeznek az utazás során, illetve ők maguk milyen tapasztalatokat szűrnek be belőle. Az ajánlóban azt lehetett olvasni, hogy a fiatalok személyiségfejlődése is kimutatható a turizmus által. Milyen tapasztalatokat szerzett ezzel kapcsolatban? A könyv során ugye többször utalok arra, hogy itt elsősorban nem lexikális tudás megszerzéséről szólunk, sokkal inkább a mindennapi életben alkalmazható tudás fontosságát emeljük ki, és a kutatás az bizonyította, hogy a különböző kompetenciáknak a fejlődésére pozitív hatással van a turizmusban való részvétel. Egy-egy példát kiemelnék, például a megkérdezett középiskolások is kiemelték, hogy a barátaikat alaposabban jobban meg tudták ismerni, lehetőséget biztosított arra, hogy más környezetben is megismerjék azokat, akikkel esetleg éves közegben találkoznak. Említették, hogy tipologizálta ugye a korosztályokat, milyen típusokat és ezeknek a jellemzőit hogyan lehetne elmondani turisztikai szempontból. Három turista típust sikerült képeznünk, a kultúra iránt érdeklődők csoportját, a szórakozásra, bulizásra vágyókat, illetve az aktív mindenevőket, akik úgymond minden iránt érdeklődnek. Ezt a három tipológiát képeztem, ami alatt a tanulásukat, és vizsgáltam a turizmusban megvalósuló tanulásukat. És a turizmussal milyen tapasztalatokat szerezhetnek ezek a fiatalok? Miért hasznos a turizmus, illetve a magyar turizmus hogyan tudná ezeket az ön által leírt tapasztalatokat felhasználni? Hát lehetőséget biztosít ugye a kulturális környezet, a természeti környezet megismerésére, akár ugye a szociális készségek, szociális kompetenciák fejlődésére. Tehát azt gondolom, hogy viszonylag összetett maga a jelenség, és ebből fakadóan viszonylag összetett a lehetőséget biztosít arra, hogy különböző készségek fejlődjenek.